Szeretettel üdvözöllek, ebéd előtti séta, spontán videó, mert jött a téma, jött a kérdés, hogy de mi van azokkal a férfiakkal, akik úgy tűnik, hogy meg vannak elégedve azzal, hogy pénzért kurválkodnak. A kérdező így fejezte ki magát, hogy mi van azokkal a férfiakkal, akik boldog prostiként élnek. Most ezek nem az én szavaim. Így jött a kérdés. És az én benyomásom az az, hogy nincsen boldog prosti. Tényleg. Megvan az a férfiaknál most. Tehát, hogy nincs. Az első pár alkalom talán izgalmas olyan szempontból, hogy ennyi pénzt tudok keresni. Értve egy férfinál az első néhány év a karrierben, hogy oké, engem most megbecsülnek, meg karrierlétre, meg haladok, egyre többet tudok keresni, ez érdekes, de boldog olyan értelemben, hogy tényleg kielégülést, tényleg most akkor ezzel a képpel menve tovább, kielégülést a prostituált lét nem tud úgy adni, mint ahogy egyébként a szeretkezés tudna. Tehát, hogy nem igaz az én meggyőződésem szerint, hogy lenne olyan férfi, aki boldog azzal, hogy ő sok pénzt keres. Egyszerűen nem igaz. Mindenkinek hiányérzete van, aki egyszerűen csak sok pénzt keres. Ami viszont igaz az, hogy sok férfin ez nem látszik. Sok férfinek nincs meg az alkalmas közeg, ahol ő ki tudja fejezni azt, hogy nem boldog. Amit másképp úgy tudok mondani, hogy ha te egy férfit boldog prostinak látsz, akkor te, és ezt tudom, hogy most kemény, de akkor te nem vagy az alkalmas közeg, ahol ő őszintén meg tud nyílni arról, hogy ő nem boldog. Ez a helyzet. Ez a helyzet, és ennek a másik oldala egyébként, hogy miért is nehéz a férfiaknak beszélni. Miért nehéz a férfiaknak beszélni magukról? Az én meggyőződésem az, hogy szükségszerű és elkerülhetetlen, hogy mindenki valamiféle minták mentén kezdi az életét el, és mi férfiak a hős minta mentén kezdünk. A hős minta mentén kezdünk, mert ez jön a mesékből, ez jön a szuperhősös filmekből, ez jön a 19. századi irodalomból, ez jön mindenhonnan. Ez jön a családunkból, a neveltetésünkből, az oktatásból és a tágabb kultúrából is, hogy egy férfi akkor sikeres, meg akkor nagyszerű, meg úgy lesz boldog, hogyha ő hőssé tud lenni. És ugye mit tudunk a hősről? A hősről azt tudjuk, hogy bátor, meg azt tudjuk, hogy megoldja. És ez ilyen antagonisztikus ellentétben van azzal, hogy kihívásokról beszéljen a férfi. Mert abban a pillanatban, hogy nekem egyáltalán kihívásaim vannak, és én ezeket felvállalom és bevallom, ott akkor én gyenge vagyok. Ott én nem hős vagyok, hanem antihős vagyok. A kihívásokról beszélni nyilvánvalóan segítségkérés, bizonyos értelemben kapituláció és feladás az átlag férfi szempontjából. Tehát nem lehet a kihívásokról beszélnie. Nem lehet azért, mert szembe menne azzal, hogy ő hős akar lenni, és egyébként nem lehet azért sem, mert valahogy pontosan érzi, hogy nagyon veszélyes beszélni a kihívásokról, mert ott akkor átszakad egy gát, és tényleg így lefolyik, tényleg lefolyik a folyó, meg gyakorlatilag ugye egy férfi elkezd őszintén a kihívásairól beszélni, ott nyilvánvalóan alá fogja aknázni, és érti ezt ő is, hogy veszélyes erről beszélni, mert alá fogja aknázni a saját identitását. Tehát azt az önállítást, ami az életének az alapja egyébként a jelen pillanatban, hogy ő rendben van, és ő a helyén van, és hogy ő oké, azzal, hogy ő jól keres, ezt ha csak beszélni kezd arról, hogy nem boldog, akkor így felrobbantja. Úgyhogy ezért nem tud a férfi beszélni magáról, illetve ezért kell nagyon speciális közeg hozzá, hogy ő beszélni tudjon magáról, meg megfelelő mértékű szenvedés. És mint mondom, a karrier elején még nincs meg a szenvedés, a karrier elején még örülünk annak, hogy nő a fizetésünk, egyre jobb a cégautó, meg tudunk finanszírozni egy szép helyen egy szép építkezést, meg a szuper suliba járhatnak a gyerekeink. Ezzel eltelik 5-10 év. Már korábban sem volt boldog, de még tudott ennek örülni. És aztán addigra, mire ő már egyébként eléggé szenved ahhoz, hogy beszélni tudjon esetleg róla, addigra meg annyira sok minden van még a saját identitásán kívül, amihez kell az ő magas fizetése, úgy, mint az élet, amit közből felépített, meg a gyerekek iskolája, meg a lakáshitel, meg a stb., hogy aztán utána erről beszélni emiatt már nagyon nehéz, mert az egész eddigi életemet rombolja le, hogyha én elkezdek arról beszélni, hogy lehet, hogy nem vagyok boldog. Mert ha nem vagyok boldog, változtatnom kell, és ha változtatnom kell, az mindent érinteni fog, és ezt így a zsigereibe tudja az ember. Hogy az a kapcsolatomat, tehát a gyerekeim életét, a munkámat, a karrierjemet, a fizetésemet, az identitásomat, hogy én ki vagyok, kinek hiszem magam, kinek mutatom magam, kinek lát engem a világ, mind érinteni fogja. Úgyhogy ezért nagyon nehéz a férfiaknak magukról beszélni szerintem, és ezért
kell hozzá egyrészt megfelelő mértékű szenvedés, de másrészt alkalmas közeg. A kurválkodásban senki nem boldog. Ezt én így garantálom neked. És mit lehet csinálni? Nyilván mit lehet csinálni? Segíteni neki, hogy elkezdjen beszélni. Nézd meg az előző videót, ha nem láttad. A férfinek el kell kezdeni beszélni. A mi közösségünk is erre szolgál, az Én Akadémia közösség, de mehet bárhova máshova, teljesen mindegy. Hol tudsz te őszinte lenni? Hol tudsz te elkezdeni megnyílni arról, hogy mégsem vagy boldog, mégsem vagy tökéletes, vannak kihívásaid, sőt, jól jönne ehhez mások segítsége. Eddig ez a mai videó. Kapcsolódó hirdetmény egyébként, hogy van egy férfi klubunk, de most arra jöttem rá, hogy kellene egy személyes verzió is, úgyhogy aki Én Akadémia tag és férfi, őket március 1-én, ami egy keddi nap, este 6 órára várom egy személyes találkozóra. Egy férfi kört indítok, ami úgy tűnik, hogy havonta egyszer fog találkozni, és várlak ide szeretettel, hogyha ha csak kapcsolódnál velem, kapcsolódnál más férfiakkal, akik szintén bukdácsolva haladnak, mert senki nem tökéletes, de már tudnak erről beszélni, hogy milyen kihívásaik voltak, és hogy oldották ezeket meg. Tagnak kell hozzá lenni. Tehát a részletek, meg ha érdekel ez az egész esemény, akkor lép be az Én Akadémia közösségbe, és fogod látni az eseményt, és nagy szeretettel várlak. Köszi a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!